Ezt a nutriát, vagy más néven hódpatkányt nemrégiben kapták lencse végre a Dráva parton. A térségben tavaly decemberben látták az első példányokat, azóta egyre többet és egyre több felé figyelnek meg ebből a rágcsálóból. Az őszi nagyvizek hatására, ahogy a folyók kicsit megáradtak és a befolyó vizek felteltek, emiatt a nutria ki tudott menni a vizeken, a különböző patakokba és csatornákba. Ugye időnként tapasztaltuk, láttuk a vízbe is, de leggyakrabban azt látjuk, hogy kijön szépen a vízből, felmegy a töltés oldalára, vagy pedig a túloldalon lévő mezőgazdasági területekre, és gyakorlatilag rágcsálóként ott a növényzetet fogyasztja. A mocsári hódként is emlegetett rágcsáló olyan helyet választ életterének, ahol a növényzet, legfőképpen a fű, buja, de a gyökereket, magvakat, leveleket sem vetik meg, ahogy a húst is elfogyasztja. Télen gyakrabban látható nappal is, de tavasszal már áttér az éjszakai életmódra. A tájegységvezető azt mondja, tapasztalataik szerint a nutria állománynak kedvezett az elmúlt enyhe tél. Ennek a nem mosonos fajnak a térnyerésének viszont nem örülnek a szakértők. Az idei év az egy sorsdöntő lesz, hogy milyen mennyiségben fognak megjelenni ezek az állományok. Természetvédelmi szempontból nem jó, egy Dél-Amerikából származó nem őshonos fajról van szó, mert a prémiért tenyésztettek Európában, és mivel már leadhatatlan vált a prém, ezek az állatok nagy részét szabadon engedték, és ezek a szabadon engedett populációk aztán életképes állományokat tudtak kialakítani, és rendkívül módon szaporodnak. Eleinte csak északi részeken, a Duna mentén, a Kisalföldön, aztán ugye az elmúlt években már Zala megyébe, a Mura mellett, és az idei évben megjelent a Dráva mellett. Mivel a hódpatkány ökológiai szempontból az őshonos növény és állatvilágra egyaránt is veszélyt jelent, invazív fajnak minősül, éppen ezért hazánkban 2010 óta tilos a tartása. További elterjedésének megakadályozására most készül egy akcióterv.